Zene a sikerér. Februárban voltál már egyszer próbajátékon a Bundesligában, az Eintracht Frankfurtnál. Akkor úgy fogalmaztak, hogy röhög a Bundesliga, mármint, hogy rajtad. Hát igen, hát ez elég szerencsétlen kirándulásom volt, mert alapozás kellős közepén mentem oda, és volt egy sérülésem is, és ráhúzottam már a harmadik percre, de nem akartam, hogy lejönni, hogy ott tényleg, hogy leégessem magamat, de hát nem sikerült jól az a kirándulás. Mitől változott meg a te megítélésed, hiszen február óta volt egy idény a magyar labdarúgásban, ahol még gólt sem rúgtál. Nem tudom, ezt én sem, hogy mitől. Elég rossz tavasz zártam most, tényleg az őszi szezon után 13 gólt rúgtam, most meg egyet se. Hát szerintem ez is közrejátszott ahhoz, hogy nem alapoztam, és úgy kezdtem neki a bajnoki rajtnak. Nem voltam olyan erőállapotban. Szerezte egyáltalán alapozni? Hát ez igazsága nem nagyon, de hát ki szeret NB1-es játékos, úgyhogy futni. Hát a labdával azt mindent meg tudok csinálni, de úgyhogy nagyon nagy kemény munkát nem bírom. Mármint a sok futást. Túl vagy az orvosi vizsgálaton, sőt, mi több, most vasárnap visszautazol, illetve odamész az Ajaxhoz, és hétfőn már elindulsz valahova. Igen, vasárnap utazom, 14:30 indul a gépem, és hétfőn már megyünk Svédországba edzőtáborozni egy hétre. De hát, ha nem szeretsz alapozni? Hát, nem szeretek, de hát most már azért már kell majd biztos valamit csinálni. Pali, te egy 23 éves fiatalember vagy. Akkor, februárban csináltak egy közvéleménykutatást. A legnépszerűbb labdarúgónak bizonyultál, a Sport Plus hozta le ezt a listát. Megelőztél olyanokat, mint Van Basten, meg Détári. Hát igen, ezt úgy annak köszönhetem szerintem, hogy a Ferencvárosba focizom. Mert azért mindenki, ilyen fiatalok, kisgyerekek, mindenki úgy nagy rajongója a Ferencvárosnak, és szerintem annak köszönhetem, hogy én lettem a Magyarországon a legnépszerűbb játékos. De ez most megszűnik? Mostantól nem a Fradiban játszol? Hát mostantól már nem, most már az Ajaxban. Hát szeretnék nem okozni csalódást. Én is kíváncsi vagyok, hogy mire leszek meg képes a más bajnokságban, egy ilyen kemény bajnokságban, mint a holland. Ott nem szeretik ám, ha valaki reklamál, már pedig te ezt elég sokat csinálod. Hát igen, erről le kell majd szoknom, és le is fogok. És egy év után, mert hiszen egy évig, mint kölcsönjátékos mész az Ajax Amsterdamhoz. Hát meglátjuk, hát eléggé tartok ettől a utazástól, mert azért nagyon nagy dolognak tartom ezt, és nem vagyok benne biztos abban, hogy egy év után még, hogyha jó játszok, akkor biztos ott fognak tartani, de hát lehet olyan is, hogy nem tudok beilleszkedni abba a bajnokságba. Lehet, és akkor egy év múlva visszajövök a Ferencvárosba.